Talósít a drámai színésznő Naéva szerepkörben tündökölt évekig a színpadon, illetve a filmvásznon, aztán pedig váltottál, és a színésznőből rendezővé avanzsáltál. Azt gondolom, hogy a színésznők, a színészek vágynak arra, hogy ők rendezhessenek. Hát sokan vágynak rá, és sokkal jobb, hogyha nem teszik, szerintem. Tehát azért ez egy fura dolog, én nagyon sokáig tiprottam. Ez egy szakma, ezt elmondhatjuk, ugye? Ez egy szakma, ez egy hivatás. Igen, én is ezért tiprottam sokáig, és nem mertem, tehát tényleg gyávaságból nem mertem rendezni. Mindenki mondta, a barátaink, ismerőseink, elmentünk egy színházba, és akkor pontosan elmondtam, hogy melyik a jó rész, mi lett elengedve, hogy kéne, és mindig beszéltem róla hosszasan, de... A rendezőnek, bocsáss meg. Nem, a barátainak egy színházi előadásról. De az nagyon könnyű megkritizálni valamit, amit nem mi csináltunk. Tehát amikor már készen van valami, akkor abban elmondani, hogy mi a rossz, tessék csinálni. Ez a tessék utánam csinálni, és aztán beszélünk. És addig mondták a családom, meg a barátaim, hogy miért nem rendezem, miért nem rendezem. És akkor így történt, hogy az Orfeumban, az Orfeum igazgatónője, akivel jóban voltam, ott játszottunk is, amikor nyitott, és mondtam neki, hogy én rendeznék egy darabot. És kitaláltam, már az is egy női darab volt különben, az Anyád kínja. Ezt mondod, hogy női darab legyen? Mit jelent azt, hogy női darab? Hát női problémákról szól, nem feltétlenül kell, hogy csak nők legyenek benne, de érdekes módon most így alakult az én színházamnál. Ez nem kirekesztő? Na, ugye, tessék, közöttünk egy befogadó, inkább befogadó, mert a férfiak elfogadó. Olyan dolgokat tudnak meg a nőkről, amit nem hittek el, vagy ki voltak zárva belőle. Ja, szóval nekünk is érdemes megnézni. Abszolút. Megnézni lehet? Mert múltkor akinek udvaroltam, nem engem akar színházba minden, mondta, barátnőjével mennek darabot nézni, mert hogy női darab. De ez a női színház. Szóval ott kezdtem el rendezni, és akkor volt egy pár rendezésem Spinoza házba, és így jutottam el, ugye a Pesti Magyar Színházban a Naptárlányokat rendeztem, aztán a Menopauzát rendeztem, amit én vittem Amerikából, mert kint láttam, és én vittem a színházba. Most már nem az én rendezésem van, most már ez egy másik. És ezután alakult a Lilium produkció. Természetesen pont a Covid kezdett. Tehát mint hogyha vártuk volna a sarkon, hogy mikor jön a Covid, és akkor vagy a Covid várt minket. És ennek ellenére jelentem, hogy működünk, most már azért tudnak rólunk, és most volt a negyedik premierünk, szintén egy női darab. Gratulálunk hozzá! Azt szeretem, Aritában, most is, hogy hallgatom, hogy mindig olyan higgadt, kiegyensúlyozott, de közben amit mond, hogy egy harcos amazon. És erőt sugároz. Igen, ez a kettőség, ez hihetetlen. Ez benne van az életében ez a fajta harcos szellem, hiszen nagyon sokat segített már neked. Hát minden helyzetben segített, igen. De ezt a női színházat, ezt én nagyon szeretem, bár azt kell, hogy mondjam, hogy azért férfiakkal is dolgoztam, pont az Orfeumban, meg a Naptárlányokban, tehát a férfiakkal meg kellett harcolnom az én pozíciómat. Tehát meg ki kellett harcolnom. Férfi színészekkel nekem nem és könnyű. Tehát amikor azt érzi az ember, hogy nagy pont a Tallós Rita fogja... Erről már beszéltünk. Igen, hogy pont a Tallós Rita fogja nekem elmondani, hogy hogy kell csinálni, amikor én már a XY nagy színháznak vagyok a nagy művésze. Tehát ez volt. De hogyha ezeket sikerül megharcolnom, például a Naptárlányokban abszolút sikerült, és győztem, akkor az egy nagyon jó érzés. De a nőkkel valahogy jobban alakulnak, meg most már sok nővel dolgoztam, tehát a Horváth Lilivel, a Hegyi Barbarával, akik első telefonra jöttek, azt hogy persze jönnek velem pedig dolgozni. Azt gondolom, hogy ott is van harc a csajok között. És, igen, tehát a hölgyek között is általában nem tudnak együtt dolgozni, ha csak a hölgy van. Hát néha azért azt gondolom, hogy ezt, hogy jutott az eszembe, ezt, hogy... Tehát néha vannak ilyen pillanatok, de valahogy ez mindig kisimul, és velem, azt hiszem nagy képviség nélkül mondhatom, hogy velem nagyon könnyű dolgozni, mert csak csinálni kell, amit kérek. Tehát nem egy színésznek kell kitalálni. A színésznek mindig az a legrosszabb, amikor egy rendező ül, nem szól semmit, csak azért, mert ő a rendező, azt mondja, csinálj valamit, csinálj valamit, azt mondja, hogy hát ez teljesen rossz, hallál tehetségtelen vagy, találják ki valami mást. Én úgy gondolom, hogy ez nem a színész dolga. Természetesen ez a műhely munka, tehát hogyha vannak ötleteik, amik beleillik a darabba, és akkor én onnan boldog vagyok, és elfogadom, ha együtt dolgozunk, de alapvetően nálam van a kormány, és én tudom, hogy mit akarok.
hogy hát az egészet látod egyben gyakorlatilag. Igen, és ez a lényege, hogy egy rendezőnek látnia kell a stílust, tehát hogy minden működjön együtt. És mindig ezt mondom, hogy higgyetek nekem, mert ez... De jó lesz a vége. Egy rendező számára a színészi múlt az előny vagy hátrány? Mert hiszen te már dolgoztál eleget a színpadon ahhoz, hogy tudd, mi az, ami lehetséges, mi az, ami nem. Viszont úgy képzelem, hogy aki csak rendezett és soha nem játszott ott fönn, az meg nem ismer lehetetlen, mert azt mondja, de, meg kell oldani. Aki rendez és színész egyébként, én úgy gondolom, meg legalábbis nálam így van, hogy én, ha nem értik, amit akarok, vagy nem tudom olyan plasztikusan elmondani, hogy én fölruhanok a színpadra és eljátszom. És tehát pontosan megmutatom, hogy mit kérek. És mondjuk ennek az az előnye, hogy én rendezek is, és ez a saját színházam, illetve hogy játszom is, nem csak rendezem, hogy be tudok ugrani. Például az Öreg lányokba Kovács Kriszta helyett is beugrottam, a Bedek Fazekaspanni helyett is beugrottam. Hiszen én pontosan tudom, minden hogy én... Tudsz, minden szerep benned van. Az a kínos benne, hogy nem a mind a négy szerepet kell egyszerre tudni, hanem csak egyre kell fókuszálni, ez nem könnyű. Nem, tovább mondasz öregem. Ez nem könnyű. És mi a számodra egy jó színész? Tehát mi az az adottság, aminek rendelkeznie kell? Én úgy hallottam régebben, hogy a jó színész olyan, mint egy fehér lap, és megengedi, hogy a rendező teleírja. Ez így működik? Hogy nem is kell igazából gondolkodniuk, hogy beletenniük önmagukat? Mert szerintem ez valahogy a kettő között lehet a jó megoldás. Ennek így kéne működnie, de ez nem ebben az országban van. Én úgy gondolom, hogy a színészek ebben az országban, és senkit nem akarok ezen megbántani, ez tény, már a főiskolán megtanulják, hogy mi áll nekik jól, és ahhoz ezt ragaszkodnak. Megtanítják, hogy mi az, ami nekik jól áll, mi az a karakter, és ahhoz ragaszkodnak. Sőt, még hát a nagy színészeinket is azt kell, hogy mondjam, hogy ki lehetett számítani, ki lehet számítani, mi lesz a következő mozdulatuk, hangsúlyuk. Akinek, nem egészen, mert akinek ez nagyon jól áll, és a közönség szereti, akkor abból sztár lesz. Akkor abból sztár lesz. Ha a közönség nem nagyon szereti azt a fajta stílust, hát akkor az nem jön össze. Nem persze kell egy nagy adag szerencse is hozzá, tehát azért ez kevés. Tehát az, hogy egy Pécsi Sándor, vagy egy... és nem, akkor fantasztikus színészek voltak, de hát tudtuk azt, hogy ő mit fog játszani, és már vártuk, mert örömmel láttuk azt, nézni lehet, évekig el lehet nézni. Szempontból, hát egyfelől kemény munka, másfelől viszont szerencse, hogy te rendezel, sőt gyakorlatilag producerkedsz is, mert így válogathatsz szabadon a darabok között, a színésznők között. Abszolút, a csapattagok között. A darabok között abszolút én válogatok, és eddig úgy történt, hogy ős bemutatókat mutattunk be. Tehát van, amit írtak, úgy az én ötletemből, a Csík Csaba írta, akkor most van egy brit írónőnek a darabja, az Anyám az őrületbe kerget, a két személyes, amit a lányommal játszom, az is a Szúfabis által kitalált, a mi életünkről szól, de a Szúfabis adta az alapját, aki egyébként az Anyatigriseket írta, a musicalt. Tehát én olyanokat szeretek bemutatni és a közönség elé vinni, amit még nem ismernek. Ez nem jelenti azt, hogy ez mindig így lesz, most valahogy így alakul. De ez innentől van ennek egy érdeke, egy súlya, hogyha valamit olyan mutatsz, amit még nem ismernek, ami még valóban egy újdonság. Onnantól van kihívás benne. Egy a fontos, hogy én egy bulvárra, ha mondhatom azt, hogy rendező vagyok most már ennyi rendezés után, vagy sikeres darab után, én egy bulvárrendező vagyok. És most ez a Dámák a pakliban milyen sikerrel? Ugye most volt a premierje. Igen, hála Istennek, hol kopogjam le, teljes teltház volt. Én úgy gondolom, hogy erre szükség van, tehát vágynak az emberek arra a nevetésre és arra a kellemes vígjátékra. Itt nem mindig kell valami egetrengető dolgot mutatni. Meg a világ tele van drámával körülöttünk, ki kell, hogy kapcsolódjunk. Igen. És hát ugye a Zoltán földobta a labdát, hogy nem engedték őt színházban, mert hogy női a darab, esetleg egy invitáció a következőre. Igen, abszolút, ráadásul én úgy gondolom, hogy olyan problémákkal foglalkozunk, amit mondtam, hogy a férfiakat abszolút érinti. A férfiak nagyon sokszor ki vannak zárva ebből. A Zoltán még abszolút előtte van, tehát a Zoltánnak Öreg lányok, és öreg lányok. Hát az meg még odébb van. Az anyalányát meg hagyjuk is inkább. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük a beszélgetést. És köszönjük, hogy te meg a minket elfogadtad. További jó munkát, Rita. Köszönjük szépen.